A város önerős beruházásairól, a rövid, közép és hosszú távú tervekről beszél mai háttérmagazinunkban a Városfejlesztési Kft. Ügyvezetője. Szebeni Dávid úgy fogalmazott, mozgalmas nyarat tudhatnak maguk mögött, és az elkövetkező hónapok sem lesznek kevésbé unalmasak. A Köztársaság utcai óvodát teljesen felújította a város, és az Ordas köz munkálata is a végéhez közelednek. Egy nagyon meghitt hangulatú kis köz jön majd létre, közösségben együttműködve az egyházzal. Igen, sok közös gondolkodás előzte meg ezt a projektet, és hát folyamatosan jönnek az ötletek, az egyház pedig már azon gondolkozik, hogy Ordas Lajosról, aki egy Cegléden szolgálatot teljesítő lelkész volt, aztán később püspök lett, egy köztéri szobrot, esetleg emléktáblát helyeznek majd el. Maga ez a kis köz alkalmas lesz kézműves vásárok, kisebb rendezvények megtartására is, ami szerintem elég jól együtt mozog majd azzal a koncert sorozattal, amit az utóbbi időben elkezdett az Evangélikus Egyház erre a Bach orgonára építve. Ezt a beruházást szeptemberben fogjuk átadni, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk majd a megnyitóra. Szeretnénk, hogyha a városi beruházások átadása a jövőben úgy zajlana, hogy előtte közzétesszük a helyi médiában ennek az időpontját, és minél többen megjelenhetnek. Az Ordas köz felújítása tehát hamarosan véget ér, egy másik azonban a napokban kezdődött, folytatta Szebeni Dávid. Itt a parkolókat rendezni kell, hiszen nagyon széttöredezettek, a nagy fagyökerek korábban felnyomták. Ezt viszont már úgy oldjuk meg, hogy ez része a Kossuth tér belső felújításának is, tehát ez a parkoló felújítás már ahhoz igazodik, később ehhez nem kell hozzányúlni, hiszen közben zajlik a Kossuth tér belső koncepciójának a lakossági véleményezése is. Nagyon izgalmas, hogy hogy fog átalakulni számomra is egyébként a Kossuth tér belső része, aminek egyébként része a Szent Háromság park is. Lakossági véleményezésre kettő koncepcióváltozatot tettünk ki, ez hasonló módszerrel zajlik, mint a Szabadságtér esetében, a Ceglédi Hírmondóban, illetve az internetes oldalunkon jelent meg egy link, illetve egy kérdőív, és ez a Ceglédi Hírmondóban papír alapon is megvan. Ezt kitöltve, vagy az internetes kérdőívet kitöltve, mi visszajelzéseket kaphatunk arról, hogy a koncepciók mennyire tetszenek a lakosoknak. És aztán lesznek személyes fórumok is, ugyanúgy, mint a Szabadságtér esetén, a helyi civil szervezetekkel, tervezőkkel, csinálunk egy olyat is, ami lakosság számára nyitott, bárki részt vehet rajta. Az eddigi tapasztalatok azok, hogy valószínűleg ugyanúgy, mint a Szabadságtér esetében, a visszajelzések alapján nem egyik vagy másik koncepció fog nyerni, hanem születik egy harmadik, ami mondjuk széleskörű konszenzust élvez. És nagyon jók a tapasztalatok, már most megközelítőleg kétszer annyi hozzászólás, vélemény érkezett, mint a Szabadságtér esetében. Ezt én úgy értékelem, hogy kezdik elhinni a lakosok, hogy valóban van beleszólásuk, valóban közösségként tudunk működni, és valóban ők partnerek tudnak lenni abban, hogy hogyan újítsuk fel ezeket a területeket. Ez azért is fontos, mert minél inkább részt vesz benne valaki, a lakosság minél szélesebb rétege, annál inkább magáénak érzik. Magáénak érzi aztán az ember azt a területet, és mivel nem tudunk mindenhol, minden órában közterületfelügyelőt biztosítani, mindent nem láthat a térfigyelő kamerarendszer, nagyon fontos, hogy a közösség saját magát szabályozza. Amikor olyat lát, ami nem illdomos, mondjuk egy felújított közterületen, akkor én hiszek abban, hogy előbb-utóbb az emberek rászólnak egymásra. A Kossuth tér mellett a Szabadságtér felújítása is nagyon látványos lesz. A Szabadságtér az valószínűleg az egyik legnagyobb projekt lesz itt a belvárosban a cikluson áthúzódva. Közzétettük a részletes véleményezést, kiváló munkatársaim összefoglalták a tanulságokat, és elég alaposan át is néztük, meghallgattuk mindenféle hozzászólásokat. Ennek megfelelően több lett a zöld felület. Ennek megfelelően csökkent mondjuk a játszótér területe, de a játszótérre mindenképpen szükség volt, elég sok aláírás is gyűlt össze a családosok részéről, viszont az elhelyezésén változtattunk. Úgyhogy igyekeztünk figyelembe a kerékpárosok szempontjait is, és természetesen a valamilyen szempontból nehezebben közlekedő embertársaink igényeit is figyelembe veszi majd a Szabadságtér. Az első üteme az, ami belátható közelségben már itt van, amire már konkrét kiviteli szintű tervek készülnek.
ez pedig az evangélikus bazársor előtti rész, ahol a vízelvezetés igen rossz állapotban van, ezt meg kell oldani, illetve a járda mind a két oldalon meg kell, hogy újuljon. Nyilván ez a könyvtár oldalát is jelenti, illetve lehetőség szerint a térnek az első kis sétányát, ami az evangélikus bazársor felé esik, és természetesen magát az úttestet, ahol ugye tudjuk, hogy a vízelvezető rácsok is hogy néznek ki. Ez lesz az első ütem, amit meg fogunk oldani, itt a tervek szerint majd színbe kerül a járda az útburkolattal, és hosszabb távon így fog kinézni az egész tér, és hát ahol lehet színbe hozzuk majd, ezzel is minél kevesebb akadályt gördítve a közlekedés elé. Azt sem zárjuk ki, hogy már most egy forgalomcsillapított, sebességkorlátozott szakasz lesz az evangélikus bazársor előtti útszakasz. Néhány hét múlva elkezdődhet a belvárosi buszvárok felújítása, mondta a közeljövő munkálataira visszautalva az ügyvezető. Egy egyeztetés sorozaton vagyunk túl ezzel a céggel, ami igazából ezeknek az üzemeltetését, karbantartását végzi, és sikeresek voltak ezek az egyeztetések, úgyhogy nagyjából az első, amit a legtöbben látni fognak, azok a belvárosi buszvároknál zajló munkálatok, ezek két héten belül elkezdődnek, és reméljük, hogy be is fejeződnek majd. Szebeni Dávid a zsinagóga előtti tér, illetve a budai úti fürdő fejlesztéséről is beszélt. A tavalyi év végén sikerült az államháztartási maradványból szerezni költségvetési forrásokat, úgyhogy ősszel megkezdődhet külső medencék építése, amiről korábban már szó volt. Ez csak egy rövid tájékoztatás, hogy ez jelenleg ott áll, hogy a tervek elkészültek, ősszel kezdődhet a munka. Az előretekintő tervezés része viszont a zsinagóga előtti tér rendbetétele, ahol most kezdtük el a tervezést, itt koncepciótervek készülnek, és ezt is majd véleményezésre bocsátjuk. A zsinagóga előtti tér az jelenleg eléggé elhanyagolt állapotban van, egy salakos burkolattal, ami nem túl kellemes, viszont tudjuk, hogy a zsinagóga épületének a funkciója is kell, hogy változzon a közeljövőben, hiszen megépül a dzsúdócsarnok, remélhetőleg a birkózók is át tudnak kerülni egy másik helyre. Kiürül. Valószínűleg a pingpongosokat is, de ha egy másik projekt sikerül, át lehet mozgatni egy sokkal kényelmesebb helyre. Ez persze nem jövőre lesz még, de már azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan hasznosítjuk a zsinagóga épületét. Jelenleg úgy látom, hogy a kulturális funkció áll nyerőre, meglátjuk. Ehhez persze jó jön egy találkozópontként is szolgáló tér, mondjuk oda vezeti a tekintetet. A tervezésnek része egyébként a zsinagóga díszkivilágításának a megtervezése is, ami már része egy hosszabb tematikus útvonalnak, ami a belváros különféle tereit köti össze, és részben közös bennük az, hogy valamilyen szempontból különféle vallások épületei tekintenek le azokra a terekre. Jelenleg most tervezzük, hogy hogy nézzen ki. Nagyon fontos lenne a belvárosi közlekedés szempontjából a Damjanich utca helyzetének rendezése, ami nyilván kapcsolódik a zsinagóga előtti térhez is. Ez több elemből áll, magának a Damjanich utcának a felújítása, kétirányosítása. A jelzőlámpás csomópont már ezért épült egyébként, ezért is épült. Már ezt figyelembe vette, hogy itt egyszer kétirányú lesz a forgalom. Parkolók építése, a parkolóhelyzet rendezése, ezen kívül kerékpársáv szerepel a tervekben még, ami meg része egy olyan későbbi tervnek, ami az Árpád úti kerékpársávval majd kiegészülve összeköti a Körösi úti, illetve a Pesti úti kerékpárutat. Jelenleg ennek az úttervezése is zajlik, úgyhogy igen izgalmas időszakban vagyunk, jelenleg a geodéziai felmérést végzik a szakemberek. A város tereinek felújításából a Kölcsei tér sem maradna ki. Szeretnénk átalakítani ezt a teret, úgyhogy lehetőség szerint növeljük a zöld felület arányát. Nem szeretnénk, hogy ez a nagy burkolt felület, ami megvan most középen, megmaradjon. Egy sokkal hangulatosabb, pihenő, fogadó, illetve információszolgáltató funkciókat magában foglaló térként tudjuk ezt elképzelni. Az, hogy milyen szobor lesz ott, ez még korai megmondani. Amit egyelőre tudok mondani, hogy a projekthez társulna egy némi parkolóépítés, hiszen azért elég sokan parkolnak ott az állomás környékén,
illetve figyelembe vesszük azokat az útvonalakat is, amit az emberek most használnak, és ami leginkább abból látszik, hogy hol van kitaposva a fű. Augusztusban két új munkatárs kezdett dolgozni a Városfejlesztési Kft.-nél, így a korábbiaknál sokkal jobban tudnak koncentrálni a hosszú távú fejlesztésekre, mondta Szebeni Dávid. Ami mondjuk adott esetben akár jövőre is megvalósulhat, az a Kossuth-Ferenc utca felújításának az elindítása, ami az első ütem a postáig tartó szakasz, tehát a posta már nem, hanem a Pesti úttól a postáig tartó szakasz jelenti. Első körben a katolikus bazárs felőtt, ami a Lipóti Pékség gyermekvilág előtti rész. Itt szeretnénk a burkolatot felújítani, lecserélni, egyre inkább egy szép kinézetű belvárost teremteni. Ennek a tervei éppen most készülnek. A belváros fejlesztési tervei között előkelő helyen szerepel a Városháza hátsó udvarának rendbetétele is. Korábban volt szó arról, hogy a Városházának a belső udvarát megnyitjuk, ez meg is fog történni a kormányablak átépítésével egy időben. A kormányablak átépítése azt jelenti, hogy nyílik két bejárat is ügyfélforgalomra a Városháza épületén. Mind a kettő a mostani járási hivatal litömb közepén lesz majd, a belső udvaron is, de a Városháza hátsó udvar felé is lesz egy bejárat. És ez már annak a része, hogy szeretnénk idővel a belvárosi hangulatos közterületek részévé tenni ezt a hátsó udvart, ami jelenleg nagyrészt parkolóként funkcionál, illetve most ott van ez a romkocsma is, még egy darabig működik, ha jól tudom, pont ezen a hétvégén lesz az utolsó buli. Mi azt szeretnénk, hogyha ez a hátsó udvar kapna egy tereprendezést, megoldódna a vízelvezetés, kultúrált körülmények között lehetne parkolni, mondjuk hétköznap, de alkalmas lenne rendezvénytérnek is. És hát mivel ügyfélforgalom lesz, ez átmenő forgalmat is generál, előbb-utóbb valószínűleg alkalmas lesz arra, hogy mondjuk a déli báb kávézó néhány hátsó asztal ki tudjon helyezni, adott esetben a tiszti klub, ami most romkocsmaként üzemel, és ki tudja, miként fog üzemelni, szintén megnyithassa a kabolyt, akár egy hasonló formában. Sok minden elképzelhető. Szeretnénk, hogyha ez a tér mondjuk belülről egy egységes kinézetet is kapna, ami azt jelenti, hogy már elkezdtük a tervek elkészítését, sőt lesz egy olyan rész, ami nyilván a kivitelezés is rövidesen sorra kerül, az egységes homlokzatok kialakításának a, hát egy ilyen részprojektjéről beszélhetünk. Itt szeretnénk egységbe hozni majd a homlokzatokat, ne legyen teljesen össze-vissza, és előbb-utóbb a tetők is egy egységes kinézetet kapnak. Ennek része lesz majd a déli báv, az önkormányzati tulajdonban álló déli báv hátsó homlokzatának a felújítása is. És hát van arról szó, hogy van ott azon az udvaron egy kevésbé értékes épület, azt lebontjuk. Ezt még nem mondom meg, hogy melyik, még zajlanak a tervek, nehogy esetleg a bérlő túlságosan megijedjen, és helyette egy sokkal szebbet kellene majd odaépíteni. Szebeni Dávid a belvárosi pincerendszerről is beszélt. Ez az országban is egyedülálló turisztikai lehetőség lenne. A pincerendszerről azt kell tudni, hogy igen régi és elég nagy, de mindeddig inkább szóbeli legendák voltak arról, hogy mi mivel van összekötve, mi mekkora. Városfejlesztés Kft. Ezért a városvezetéssel, Várva Kft.-vel kezdeményezte a bejárását ezeknek a pincéknek, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi van a város alatt, a belváros alatt, és hogyan lehet ezt majd turisztikailag hasznosítani. Nem minden pince van önkormányzati tulajdonban, mi megkeressük ezeknek a tulajdonosait, de ezúton is arra biztatunk mindenkit, akinek a belvárosban van egy nagy épülete, ezek általában jellemzően cégek, és alatta van pince, hogy jelentkezzenek a Ceglidi Városfejlesztési Kft.-nél, és bejárjuk, fényképeket készítünk róla, és megbeszéljük, hogy esetleg hogy lehetne majd később egyszer bevonni hasznosításba ezeket a pincéket. Egyébként ahol befalazást, esetleg beomlást látunk majd, ezt megvizsgáljuk 3D-s georadarral, hogy vajon valóban össze vannak-e kötve, vagy ez csak egy legenda. A város egyéb fejlesztési terveiről, beruházásairól is beszélt stábunknak az ügyvezető. A művelődési központban előkészítjük a kazáncserét, a fűtési rendszernek a korszerűsítését. Ennek a tervezésére még most kérünk fel tervezőket, de az előzetes bejárások már megtörténtek. A közelmúltban az önkormányzat értékesítette közreműködésünkkel a nőtlen tiszti szállót, ami egy
ideje már kihasználatlanul állt, különösen miután a járásbíróság az ideiglenes helyszíni külszolgáló épületből visszaköltözött a járásbíróság felújított épületébe, ami szintén mutatja, hogy milyen szépen fejlődik a város. A nőtlen tiszti szállót az Ecseri Kft. Tulajdonosi köre vásárolta meg egy cégükkel. Itt a tervek szerint lakások épülnek majd. Természetesen az Ecseri Kft. Munkatársainak épülnek ezek a lakások. A vállalkozó 125 millió forintot ajánlott érte, ami egyébként nagyjából megegyezik a forgalmi értékbecsléssel. Ezen kívül vállalta a beruházó, hogy rendbe hozza a parkolót, ami a tömb mögött van. Természetesen ez a parkoló nyilván a mostani nőtlen tiszti szálló majdani lakóinak szolgál majd parkolóhely, ugye hát ez így is van rendjén. Ezen kívül viszont azt is vállalta, hogy a nőtlen tiszti szálló mögött, illetve ha emlékszünk, ott van egy nagy sárga tömbépület, a közötti területen létrehoz egy játszóteret, ami viszonyított lesz mindenki előtt. Így ebből mondhatni a környékbeli lakosok is közvetlenül profitálnak. Úgyhogy ez volt a nőtlen tiszti szálló értékesítése, most már a szerződés aláírása és a pénz átutalása a következő. Úgyhogy ahogy a volt cipőipari KTS területén megkezdődtek a munkálatok, így a belváros egy további kihasználatlan épületében is megkezdődhetnek a beruházások, és ez az igazán jó, amikor nem egy-egy szereplő húzza a beruházásokat, hanem a szereplők közösen, nem csak az önkormányzat, nem csak az állam, hanem itt már magánberuházók, vállalkozások is csatlakoznak a beruházásokhoz, de ugyanígy lehet említeni mondjuk az ipartestületet, ami szintén saját maga újítgatja fel a székházát. Úgyhogy a sok kicsiből nagyon szépen fel lehet újítani ezt a várost, én úgy látom. A városvezetés azt szeretné, ha a ceglédi beruházásokhoz ceglédi vállalkozókkal köthetnének szerződést, így arra kérik a cégvezetőket, legyenek partnerek a közös munkában. Igen, sokszor futunk bele abba, akár tervezésre kérünk ajánlatot, akár kivitelezésre, hogy mi igyekszünk felkérni minél több vállalkozót, jó részt helyieket, de az a helyzet, hogy sokszor még csak választ sem kapunk ezekre az ajánlatkérésekre, akitől választ kapunk, ők mondjuk sokszor kapacitás hiánnyal küszködnek, és akitől meg választ kapunk, azok kevesen vannak, és mondjuk ajánlatot is adnak. Ugye ez mindenképpen megnehezíti a dolgokat, sajnos igen, olyan is előfordul, hogy kiküldünk kivitelezési ajánlatkérés 4-5 vállalkozónak, és mondjuk egy ad ajánlatot. Mi ezúton is arra biztatunk mindenkit, hogy ha esetleg nyári szezon is van, de azért helyettest biztosítson maga helyet, és igen, szeretnénk, hogyha ceglédiek tudnának itt dolgozni, de ha a ceglédiek nem adnak ajánlatot, akkor az adott esetben kénytelenek vagyunk nem ceglédiekkel dolgozni. Verseny van, mindig előre megmondjuk az értékelési szempontrendszert, mennyit számít az ár, mennyit számítanak a referenciák, mennyit számít a vállalási határidő. És aki úgy gondolja, hogy versenyezni szeretne, az adhat ajánlatot. A nyári időszakban összesen 9 ajánlatkérés ment ki, 59 helyre küldtük ki összesen ajánlatkérést, és ebből 42 ajánlat érkezett be, 17-en pedig nem adtak ajánlatot. Városfejlesztési estet is terveznek az év végén, az ott befolyt összeget ceglédi beruházásokra, szépítésre fordítanák, tette hozzá Szebeni Dávid, aki végezetül a sportcsarnok újjáépítéséről is beszélt. Itt egy nagyon komplex, teljes átépítésű felújításról van szó. Területben is sokkal nagyobb lenne, még egy plusz munkacsarnok is épülne. Költséghatékonyan, gazdaságosan, energetikai szempontból is össze tudnánk vonni ide kézilabdásokat, kosárlabdásokat, birkózókat, pingpongosokat. És hát természetesen a konditerem is helyet kapna, a squash is helyet kapna benne. Mindemellett úgy, hogy fajlagosan olcsóbban működne majd ez az egész épület. Jelenleg a TAO beruházás hiánypótlását készítjük el, illetve az engedélyezési tervek készülnek el szeptemberben. Szoros együttműködésben az érintett sportegyesületekkel azt hozzá kell tennem, hogy nem csak TAO beruházásból származik, illetve TAO felajánlásból származik majd a forrás, hanem ehhez azért önerőre is szükség van.
amiért pedig elég erős lobby tevékenység zajlik önkormányzati és országgyűlési képviselői oldalon is.